Az eltiltott Ráti Gergőt és Illés Lászlót, a sérült Csordás Gergőt, valamint a külföldi munkavállalás miatt hiányzó Balogh Pétert nélkülözve lépett pályára a megyei első osztályú baktalórendháza az NV2-es szolnok ellen. A 30. percben a vendégek szerezték meg a vezetést, Papp talált a hazai kapuba. A 71. percben egyenlített a Bakta, Marics harcolt ki büntetőt, amelyet ő maga értékesített. 4 perc múlva ismét a vendégeknél volt az előny, egy kapu előtti tűzijátékot követően Roxin lövése talált utat a hálóba. A folytatásban a hazaiak kitámadtak, így a szolnok előtt adódtak helyzetek, de több gól már nem született, így a vendégek 2-1 győzelemmel jutottak a legjobb 16 közé. Nagyon nehéz talajú pályán, ez várható is volt, hogy egy küzdelmes mérkőzés fog kikerekedni belőle. Tudtuk, hogy egy nagyon lelkes hazai csapattal fogjuk magunkat szembe találni, ugye 2 bravúrt is végezítettek a Magyar Kupába. Próbáltuk volna minél előbb eldönteni a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy nem koncentráltunk eléggé, és ebből adódóan ugye rengeteg helyzetet hagytunk ki, utána visszajöttek a mérkőzésbe a hazaiak. Aztán nagyon meg kellett szenvednünk azért, hogy tovább jussunk. A korábban az NB2-es Cigándot és az NB3-as Gyulát elbúcsúztató Baktalórendház edzője szerint a szolnok elleni mérkőzésen sem fizikálisan, sem mentálisan nem volt olyan állapotban csapata, amely egy bravúr eléréséhez szükséges lett volna. Az az igazság, hogy ez már a szezon végén volt ez a mérkőzés, amikor már nagyon fáradt csapatbenyomását keltettük. Nem volt meg a csapatban az a frissesség, ami szükséges ahhoz, hogy ilyen időszakban a mérkőzést le tudjuk hozni úgy, hogy sikeresen. Azt is hozzá kell tennem, hogy egy nagyon jó csapattal találkoztunk, tehát egy fizikálisan jó erőben lévő játékot, egész jó focizó ellenféle találkoztunk. Felőröltek bennünket. Hiányzott az a baj, hogy már túlságosan belefáradtunk szerintem a szezonba. Próbáltunk frissíteni itt az elmúlt másfél hétbe, de ugye ez egy hosszú folyamatnak a vége, és lehetett látni, hogy ez nem igazán jött össze, főleg fejben. Bár a Magyar Kupából kiesett a Bakta, a csapatnak még esélye van arra, hogy ott legyen az alacsonyabb osztályú együttesek számára kiírt amatőr kupa döntőjében. Az idén 100 éves Baktalórendháza VSE mellett ugyanis még 3 megyei első osztályú gárda volt versenyben a forduló előtt. 4 közül kerül majd ki az amatőr finálé 2 résztvevője.